Kedves tévénézők! Mai adásunkban először a lövészversenyre látogatunk el. Részt veszünk az íjászati Európa-bajnokságon, majd beszámolunk a Szlovák Vöröskereszt Ógyallai helyi szervezetének éves taggyűléséről. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk! Szeretettel hívjuk a kedves ógyallai lakosokat a 14. alkalommal megrendezésre kerülő Lecsó Fesztiválra, amely zöldség, gyümölcs, virág és kaktusz kiállítással van egybekötve. Az esemény időpontja 2023. szeptember 9-e, helyszíne a Hlinik Park Bagotán. Az esemény 13 órától kezdődik a kiállítás megnyitójával. A lecsó főzés versenyének megkezdése 14 óra. A betakarítások, előkertek és tornácok értékelése, valamint fotókiállítás megtekintése 16 órai kezdett el. Eredményhirdetés 17 órától. Kísérő programok, kisvállalkozók standjai, a Szlovák Vöröskereszt vérnyomás és cukorszint mérése, vadászok bemutatója, mészkóstolás, szórakozás, gyerekversenyek, hatalmas kinevet a végén társasjátékozás, DJ Rudi, frissítők. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Ön kézműves vagy valami szépet alkot? Ne habozzon! Jöjjön el, mutassa be és értékesítse munkáit a 2023. szeptember 10-én megrendezésre kerülő Hurban piacon, Ógyallán. Az ógyallai és környékbeli emberek számára biztosítunk helyet, hogy találkozhassanak, beszélgethessenek, megismerkedhessenek a térségünkben élő emberekkel és támogassák kreativitásukat és munkájukat. Ezért Ógyalla város ingyenes árusítóhelyet biztosít az árusok számára a Konkoli tegetéren. Gazdag programmal készülünk, ezért ne habozzon, jelentkezzen a 0917 741 512-es telefonszámon vagy a kultura@hurbanovo.sk címen. A komáromi veterán járműkedvelők baráti társasága egy a térségünkben egyedülálló eseményt készített elő önöknek, Veterán Classic Rally 2023 néven. Az egyedülálló verseny időpontja 2023. szeptember 16-a. Az első autókat 10 óra 20 perctől várják Ógyallán, a Steiner Kastély étterem területén. A legfontosabb információkat, valamint magát a regisztrációt a www.kphv.sk oldalon lehet megtenni. A regisztráció feltétlenül szükséges, mivel egy korlátozott létszámú versenyről van szó. A komáromi veterán járműkedvelők baráti társaságának csapata gondoskodik a zavartalan versenyzésről és a frissítőkről. Kedves nyugdíjasok! Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy vigyázzanak, ha valaki telefonon keresztül pénzt kér önöktől. Ne bízzanak azokban az emberekben, akik azt állítják, hogy a Szlovák Posta alkalmazottai és hozzák önöknek az elszámolásból fennmaradt összeget, túlfizetést. Akik azt állítják, hogy veszélyben vannak, és valaki ki akarja rabolni önöket. Akik rendőrnek adják ki magukat, és arra kérik önöket, hogy az önöknél lévő pénzt és értéktárgyaikat tegyék egy táskába, és dobják ki az ablakon, vagy adják oda egy ismeretlen személynek. Akik orvosnak vagy rendőrnek adják ki magukat, és tájékoztatják önöket, hogy valamelyik hozzátartozójuk, például gyermekük,
Unokájuk közlekedési balesetet szenvedett vagy okozott, amelyben más személyekkel együtt megsérült, és sürgősen pénzre van szükségük, hogy megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek. Mielőtt valakinek átadnák személyes értéktárgyaikat vagy megtakarításaikat, pénzüket, beszéljenek róla hozzátartozóikkal. Ne beszéljen olyan személyekkel, akik hozzátartozójának, orvosnak, rendőrnek vagy más személynek adják ki magukat telefonon, és pénzt kérnek öntől. Az ilyen hívásokat azonnal fejezze be. Ne mondja el telefonon, hogy mennyi pénze van otthon vagy a bankban. Ne dobjon ki pénzt vagy értéktárgyakat az ablakon. Ne adjon pénzt vagy értéktárgyakat idegen személynek, még akkor se, ha azt állítja, hogy az ön rokona küldte érte. Ne vegyen ki pénzt idegen személyek részére bankautomatákból vagy a bankszámlájáról. Ne felejtse el, hogy az elszámolásból származó túlfizetés vagy hátralék ki, illetve befizetése nem történik készpénzes fizetés formájában. Azok a személyek, akik a különböző cégek alkalmazottainak kiadva magukat erre kérik, csalók. Mindig legyen látható helyen a fontos személyek telefonszáma, akiket a fent felsorolt esetekben fel tud hívni, és akiktől hiteles információhoz juthat az adott témában. Fontos telefonszámok helye. Minden esetben hívják a rendőrséget a 158-as telefonszámon. Védjük nyugdíjasainkat! Július 29-én a Zöldállási Vadásztársaság lőterén rendezték meg a hagyományos lövészversenyt. Kellemes nyári időjárás, kiválóan előkészített terület, sok versenyző is néző, valamint értékes díjak emelték ki a versenyt. A versenyző két szakákban indulhattak. Amerikai trap 3x20 és OS 80. A lövészek egész nap pontos célzást mutattak be, és értékes pontokat gyűjtöttek, hogy este felé a legeredményesebbeket értékelni lehessen. Első helyezett Macho, második Tóth, harmadik Svec, negyedik Szabados, ötödik Macák, hatodik Sárkozi, hetedik Segyivi, nyolcadik Fridrik, kilencedik Mészáros, tizedik Mancír. Az OS 80 kategóriában a legjobb helyezések a következők voltak. Első Német, második Horvát, harmadik Krizsics, negyedik Szíkora, ötödik Franc, hatodik Mészáros, hetedik Győri, nyolcadik Tóth és Szilva. A győztesek magas színvonalú és értékes díjakat, okleveleket és kupákat kaptak. Mindenki számára finom svédasztalos étel készült, amely nem csak a lövészeket, hanem minden jelenlévőt vonzott illatával és ízével. A versenyen ismét sok lövész vett részt, nem csak Ógyalláról, hanem a tágabb környékről is. A szervezők már most várják a következő lövészversenyeket, amelyek a lövészek polgári társulásának zöldállási lőterén kerülnek megrendezésre.
2023. augusztus 7-én az Aranyszarvas Polgári Társulás 14 tagja több mint 600 kilométert utazott a romániai Alba Iulia városába, hogy ne csak az Egyesületet, hanem Ódjala városunkat és Szlovákiát is képviselje a 3D IJASZ Európa bajnokságon. Az első három napon 28 darab 3D-s állatot lőttek egy nyíllal különböző, kihívást jelentő pályákon. A végeredmények után világossá vált, hogy büszkeségeink és jövőnk a lányaink a mini kategóriától a felnőttekig, hiszen mindegyikük éremmel tért haza. Büszkék vagyunk a fiainkra is, akik becsülettel küzdöttek és szívüket a pályákon hagyták a kemény versenyben. A szombaton megrendezett csapatversenyben idén is két csapat képviselte egyesületünket. Ők a 27 csapat erős versenyében a 17. és a 19. helyen végeztek, valamint Kecskés Viktort a szlovákiai 3D válogatottba nevezték, aki egy feszült hangulatú döntőben harmadik helyezést ért el. Gratulálunk mindenkinek! A szponzorainkat is illeti a köszönet, akik szintén hozzájárultak íjászaink sikeréhez ezen az Európa-bajnokságon. Európa bajnokok. Cabanya Bigél Mini, Kecskés Eliza, a kadett, Zsigóvá Miriam junior, Hajdáková Lucia fiatal felnőtt kategóriában. Második helyezettek. Vanya Sofia kadett, Házel Majerová Szintia fiatal felnőtt, Házel Majerová Krisztina felnőtt nő kategóriában. Harmadik helyezett. Bobek Zsófia mini kategóriában. További eredmények. 8. helyezés Kecskés Viktor, Cabany Richard 9. helyezés, Bircsák Attila a 14. helyen végzett, Bobek Roland a 16. helyet szerezte meg, Svitek Juraj 17., Zsigó Marián 25. helyen végzett. Gratulálunk minden résztvevő íjásznak, köszönjük a szép és sikeres képviseletet, és további sok pontos íjat kívánunk a következő versenyeken. Július 29-én a Bagotai Kultúrház helységeiben került sor a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezetének éves taggyűlésére Ógyallán. A meghívást elfogadta a város polgármestere, magiszter Peter Závodszky, Ógyalla képviselőtestületének tagjai, az Ógyallai Önkéntes Tűzoltóság képviselői, a Western és Lovasbarátok Polgári Társulás képviselői, véradók, valamint a helyi szervezetek tagjai. A város polgármestere beszédében értékes szavakhoz fordult, elismerve a betegek, idősek, gyermekek, rászorulók megsegítéséért és a véradás megszervezéséért végzett munkát. A véradóinkat illeti a legnagyobb köszönet, akik évente többször döntenek úgy, hogy felajánlják legértékesebb folyadékukat, vérüket. Ők a mi hőseink. A jelenlévő tagok beszámolót hallgattak meg a helyi szervezet tevékenységéről,
valamint a jövő évi tervekről, amelyek elsősorban a véradások szervezésére és egy előadássorozat előkészítésére irányulnak, amely bemutatókkal párosul az elsősegélynyújtás területén. Mindazokat is köszönet illeti, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak a nagy sikerű éves találkozó előkészítéséhez. Mindenkinek a legdrágábbat kívánjuk, egészséget! Kulturom zove Kohaté sme si vymenili skúsenosti, poďakovali darcom krvi za ich mesičnú pomoc. Mestu Hurbanovo sme poďakovali za finančnú podporu našej činnosti vo forme dotácie. Ďakujem aj našim sponzorom, ktorí si cenia našu prácu a hlavne nám pomáhajú oceňovať našich vzácnych darcov krvi formou darčekov. Dovolte mi, aby som ja zo svojho miesta poďakoval našej predsedkyni za to, akým spôsobom sa o činnosť a znovu povstanie miestneho spolku postarala. Ani ďakujeme veľmi pekne a to, že náš spolok má veľmi dôležité miesto v živote nášho mesta, svedčí aj to, koľko sa nás tu dneska zišlo. Ďakujem veľmi pekne aj primátorovi a všetkým ostatným, ktorí sa na činnosti nášho miestneho spolku zúčastňujete aktívne podielate. Ďakujem veľmi. Veľmi pekne ďakujeme mestu Hurbanovo za dotáciu a za schválenie poslancami firme Global SRO, firme Namex, firme Pendula SRO, Heineken Slovensko. Sú sponzori, ktorí nechcú byť menovaní, ďakujeme im, a Bagetéria Gusto z Vinotékov. A áno, dotácie od mesta 1000 eur, takže tak je to 1365,40. Každému jednému z vás sa naozaj musíme veľmi pekne poďakovať, lebo ako sa hovorí, od toho najmenšieho kolieska funguje ten najväčší stroj. A vďaka každému z vás funguje táto organizácia. Ale osobitne sa chcem naozaj poďakovať pani Pavlíkovej, s ktorou najviac komunikujeme, ktorá je veľmi aktívna. Či už to bolo počas covidu, kde ste všetci pomáhali, či už s rúškami, dezinfekciou alebo možno aj nákupmi, našim obyvateľom, vtedy sa ukázala vaša potreba, vaša aktivita, ktorú ste pre našich obyvateľov poskytovali, čo je veľmi vzácne a za to vám patrí veľká vďaka. A dúfam, že aj do budúcna sa udržíte a získate aj nových mladých členov, aby ste si vybudovali svoju nástupnícku generáciu, ktorá bude pokračovať po vašich šlapajách, ako sa hovorí. Veľmi pekne sa musím poďakovať, pretože nie len pri iných podujatiach chodíte, ale aj pri mestských akciách ste vždy ochotní prísť a zabezpečovať nám či už zdravotnú starostlivosť prvotnú alebo aj tieto odborné merania, kde naši obyvateľia môžu si naozaj tak preventívne zistiť, či sú na tom dobre alebo či majú navštíviť lekára. A verím tomu, že veľa z nich vďaka tomu včas odhalilo aj svoju možno nejakú vážnejšiu chorobu a ľahšie ju potom prekonajú. Ja vám prajem všetkým, aby sa vám darilo, hlavne aby vám slúžilo zdravie, pretože to je asi najdôležitejšie pre každého a to si nekúpime za žiadne peniaze. Takže pevné zdravie, veľa šťastia, veľa rodinnej pohody a teším sa na ďalšiu budúcu vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Výročná členská schôdza berie na vedomie a schvaľuje správu o hospodárení miestneho spolku Slovenského Červeného kríža za rok 2022. Szeretettel hívjuk a kedves ógyalai lakosokat a 14. alkalommal megrendezésre kerülő Lecsó Fesztiválra, amely zöldség, gyümölcs, virág és kaktusz kiállítással van egybekötve. Az esemény időpontja 2023. szeptember 9-e, helyszíne a Hlinyik Park Bagotán. Az esemény 13 órától kezdődik a kiállítás megnyitójával.
A lecsófőzés versenyének megkezdése 14 óra. A betakarítások, előkertek és tornácok értékelése, valamint fotókiállítás megtekintése 16 órai kezdett el. Eredményhirdetés 17 órától. Kísérő programok, kisvállalkozók standjai, a szlovák vöröskereszt, vérnyomás és cukorszint mérése, vadászok bemutatója, mészkóstolás, szórakozás, gyerekversenyek, hatalmas kinevet a végén társasjátékozás, DJ Rudi, frissítők. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Ön kézműves vagy valami szépet alkot? Ne habozzon, jöjjön el, mutassa be és értékesítse munkáit a 2023. szeptember 10-én megrendezésre kerülő Hurban piacon Ógyallán. Az ógyallai és környékbeli emberek számára biztosítunk helyet, hogy találkozhassanak, beszélgethessenek, megismerkedhessenek a térségünkben élő emberekkel, és támogassák kreativitásukat és munkájukat. Ezért Ógyalla város ingyenes árusítóhelyet biztosít az árusok számára a Konkoli tegetéren. Gazdag programmal készülünk, ezért ne habozzon, jelentkezzen a 0917 741 512-es telefonszámon, vagy a kultura@hurbanovo.sk címen. A komáromi veteránjárműkedvelők baráti társasága egy a térségünkben egyedülálló eseményt készített elő önöknek, Veterán Classic Rally 2023 néven. Az egyedülálló verseny időpontja 2023. szeptember 16-a. Az első autókat 10 óra 20 perctől várják Ógyallán, a Steiner Kastély étterem területén. A legfontosabb információkat, valamint magát a regisztrációt a www.kphv.sk oldalon lehet megtenni. A regisztráció feltétlenül szükséges, mivel egy korlátozott létszámú versenyről van szó. A komáromi veteránjárműkedvelők baráti társaságának csapata gondoskodik a zavartalan versenyzésről és a frissítőkről. Kedves nyugdíjasok! Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy vigyázzanak, ha valaki telefonon keresztül pénzt kér önöktől. Ne bízzanak azokban az emberekben, akik azt állítják, hogy a szlovák posta alkalmazottai és hozzák önöknek az elszámolásból fennmaradt összeget, túlfizetést. Akik azt állítják, hogy veszélyben vannak, és valaki ki akarja rabolni önöket. Akik rendőrnek adják ki magukat, és arra kérik önöket, hogy az önöknél lévő pénzt és értéktárgyaikat tegyék egy táskába, és dobják ki az ablakon, vagy adják oda egy ismeretlen személynek. Akik orvosnak vagy rendőrnek adják ki magukat, és tájékoztatják önöket, hogy valamelyik hozzátartozójuk, például gyermekük, unokájuk közlekedési balesetet szenvedett vagy okozott, amelyben más személyekkel együtt megsérült, és sürgősen pénzre van szükségük, hogy megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek. Mielőtt valakinek átadnák személyes értéktárgyaikat vagy megtakarításaikat, pénzüket, beszéljenek róla hozzátartozóikkal. Ne beszéljen olyan személyekkel, akik hozzátartozójának, orvosnak, rendőrnek vagy más személynek adják ki magukat telefonon, és pénzt kérnek öntől. Az ilyen hívásokat azonnal fejezze be. Ne mondja el telefonon, hogy mennyi pénze van otthon vagy a bankban. Ne dobjon ki pénzt vagy értéktárgyakat az ablakon. Ne adjon pénzt vagy értéktárgyakat idegen személynek, még akkor se, ha azt állítja, hogy az ön rokona küldte érte. Ne vegyen ki pénzt idegen személyek részére bankautomatákból vagy a bankszámlájáról.
Ne felejts el, hogy az elszámolásból származó túlfizetés vagy hátralék ki, illetve befizetése nem történik készpénzes fizetés formájában. Azok a személyek, akik a különböző cégek alkalmazottainak kiadva magukat erre kérik, csalók. Mindig legyen látható helyen a fontos személyek telefonszáma, akiket a fent felsorolt esetekben fel tud hívni, és akiktől hiteles információhoz juthat az adott témában. Fontos telefonszámok helye. Minden esetben hívják a rendőrséget a 158-as telefonszámon. Védjük nyugdíjasainkat!